Mese a kis fenyőről. Télidőn, midőn lehullott a lomb, befagyott minden tó és folyó. Tilli Gabriella Mese a kis fenyőről című alkotását olvassa fel ez a hölgy a stúdióban. A Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 2009-ben indította el a hangos könyv ötletét, az évente meghirdetett felolvasónapon önkéntesek tucatjai olvassák fel a saját, vagy éppen kedvenc karácsonyi történeteiket. A felvett hanganyagokat CD-n, illetve az Egyesület akadálymentesített honlapján a www.vakegy.hu-n teszik közzé karácsonyig, innen bárki ingyenesen letöltheti. A Magyarországon élő látássérültek karácsonyfája alá CD-n szoktuk elhelyezni ezt a hanganyagot. Nagyon szeretik, várják, keresik, hiszen a hangos könyv elsősorban nem látássérülteknek készült annak idején, de a mostani társadalmi berögződés kapcsán a látássérültekhez kötik a hangos könyvet. Így mi arra törekszünk, hogy Magyarországon élő látássérültek közül minél több emberhez el tudjuk juttatni, illetve leszoktuk adni a könyvtárakba, és azok az emberek is szoktak belőle kérni, akik felolvasnak egy-egy adott évben. Az idei felolvasónapon jótékonysági akciót is indított az Egyesület, arra kérve az önkénteseket, hogy egy könyvet is hozzanak magukkal, amelyet később a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárak Alapítványhoz juttatnak el. Az alapítvány tevékenysége, hogy Magyarországról könyveket juttatnak el Kárpátaljára felnőtteknek, gyerekeknek, és a felolvasóktól azt kértük, hogy egy-egy felolvasott mű elhozatalán kívül hozzanak egy olyan könyvet, amit szívesen felajánlanának a kárpátaljai magyaroknak. Aki nem tudta ma felolvasni az általa választott történetet, előzetes egyeztetés után november végéig még megteheti az Egyesület irodájában.